Színes mezek, arany és ezüst színű kupák, érmek, plakettek a nyíregyházi városháza Krúdy termének asztalain. A verseny rangjához méltó helyszínen rendezték meg a kerékpáros ifjúsági világkupa felvezető sajtótájékoztatóját. A kétnapos viadalra 22 csapat 130 bringása fogadta el a meghívást. Az elmúlt 5 évben kinőtte magát úgy a ifjúsági világkupa versenyünk. Ugye a 20-as évben a Covid miatt csak mi tudtuk megrendezni, 21-ben ketten rendeztük meg, a Kisbéke, illetve a Kisbéke csehek rendezték meg a Kisbéke versenyt, ami egy nagyon rangos régi verseny, illetve mi. Most gyakorlatilag 5 év elteltével időfaktorba ugrottunk, mint hogyha 25 éves lenne a verseny. Az egyik legrangosabb ifjúsági versenyről beszélünk a világon. Együtt lehet említeni nyugodtan az előbb említett Kisbéke versennyel, illetve a Paris-Roubaix juniorra. Mint Nyíregyháza polgármestere elmondta, a verseny szerves része lett a város sportprogramjának, mellette motivációt is nyújthat sokak számára. Itt a világ legjobb ifjúsági versenyzői lesznek, akikből egy-két év múlva felnőtt világbajnokok is lehetnek, volt már erre példa. De én azt gondolom, hogy a város rendezvény sorozatában is ez egy kiemelkedő. De úgy érzem, hogy az emberek megszerették, egyre többen vannak az egyéni futamversenyeken, és hát ezzel természetesen Nyíregyháza is ott van azon a térképen. És van egy olyan pozitív hatása is, hogy ugye mi tudatosan törekszünk arra, hogy az amatőr sportolás egészségünk miatt egyre jobb legyen, jobb feltételek közt. Erről szóltak a sportinfrastruktúra fejlesztések, de például a Mozdulj Nyíregyháza program is, és ez mindig ad egy érezhető lökést, ezt akkor lehet talán legjobban felmérni, amikor szeptemberben lesz a Bringa Város program, egyre többen ülnek biciklire. Szerdán Vásárosnaméból indulva és odaérkezve 136,5 kilométer teljesít a mezőny. Filip Sándor polgármester szerint az útlezárások ellenére is népszerű a verseny. Néhány évvel ezelőtt indult az, hogy a Turinform szervezésében kirándulások, túrák indultak a Beregbe, aztán a Nyékelse segítségével, Sormos János irányításával versenyeket tudtunk szervezni a városunkban. Először amatőr, aztán profi versenyeket, és immár ifjúsági világkupára is sor kerül negyedik alkalommal, hiszen látjuk azt, hogy erre érdeklődés is van. Eleinte mindenki úgy kétkedve fogadta, hogy egy ilyen verseny, egy ilyen kis városban, aztán mindenki várja most már. Az esemény fővédnöke bízik abban, hogy a párizsi olimpián elért magyar kerékpáros sikerek és a világkupa verseny is példát mutat a fiataloknak. Vas Katablanka negyedik helyével, vagy Walter Attila szintén negyedik helyével beírta magát a történelembe, és ez példaértékű. Tehát motiválja a fiatalokat is, de motiválja az idősebb korosztályt is, és hogyha lehetősége van arra, hogy sportoljon egy gyerek, akkor valószínű, hogy most ilyen sikerek után akár a kerékpár sportot is tudja választani. Ez az üzenete egy nemzetközi sporteseménynek, hogyha mi rendezünk, és annak is örülök, hogy nem csak Budapesten, hanem most már vidék és városok is rendezhetnek és rendeznek sorra nagy világeseményeket. Csütörtök délelőtt Ibrány környékén 86 kilométert tekernek a kerékpárosok, majd délután 17 órától Nyíregyháza belvárosában egy 3,6 kilométeres időfutam zárja a versenyt.